Az utánpótlás csapatoknál is már a felkészülésről szól az augusztus hónap, hiszen hamarosan kezdetét veszi a bajnokság. Az új korosztályos játékosokkal kiegészült kiskörösi LC U13-as csapata is megkezdte az edzésmunkát. Több régi labdarúgó is a Kecskeméti TL csapatában folytatja tovább, így egy teljesen új játékos gárdával vágnak neki a bajnokságnak a fiúk. Több játékosunk távozott a KTE NB1-es csapatához, és ott szerepel majd utánpótlás bajnokságokban. Tehát mi egy komoly felvevő, illetve átadó piaca vagyunk a KTE-nek. Őket próbáljuk helyi és környékbeli fiatalokkal pótolni. Itt elsősorban most több játékos is szerepel Akasztóról, vannak Soltvadkertről is két kisfiú, két kisrác, aki nagyon ügyes, tehát a környékben próbáljuk azt a minőséget biztosítani, hogy tudjunk szerepelni erre be a dél-kelet magyarországi bajnokságba. A felkészülés alatt többen is hiányoztak egy-két edzésről, de ennek ellenére elkezdődött a felkészülés, amelyen folyamatosan voltak a csapatból játékosok. Heti 3 alkalommal van tréningünk, edzésünk, hát a körülményeket meg kell nézni, hát ilyen biliárdasztal füvön, ilyen jó környezetben nagyon kevesen tudnak szerintem más kluboknál is készülni. Ez a 3, ez talán elég lesz arra, hogy megfelelő alapokat biztosítsunk arra, hogy 3, és utána majd beindul a bajnokság, plusz egy bajnoki mérkőzés, az elég legyen, hogy megfelelő szinten képviseljük a klubot és a várost. A KLC csapata az MLS regionális U13-as délkeleti labdarúgó bajnokságban szerepel. Az új bajnoki szezonban a Gárda, Bács, Békés, Csongrád Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei csapatokkal küzdhet majd meg a helyezésekért.